kereste az a rúdtáncossal ilyen hajón? Milyen házakat néztek itt? Bolhás is jó. De ezeket te honnan tudod? Honnan? Kicsi Siófok. Amilyen kicsi Pest, meg amilyen kicsi Magyarország, mindent tudok. Nagyon gondolkodom rajta, hogy hogy tudhatta ezt meg Edina, nem tudom, fogalmam sincs, tényleg nem tudom. Vagy Edina telefonált Krisztiánnak, vagy írtak Instagramon, vagy Facebookon, nem tudom, de az, hogy a Fekete Angyallal találkoztam, a Fekete Özvegyel találkoztam, hát ez nagyon-nagyon meglepő volt. Nem szégyeled magadat? És te, Krisztián, te nem szégyeled magadat? Ki mit szégyeljem magam? Hát én vagyok is az áldozat. Milyen áldozat vagy te? Mit vagy? Bepalizott engem fiús napra. Ja, mert te csak nézted. Majd néztem. De téged is elmondalak Virágnak, úgy megagyal, hogy megbújulsz. Virág nekem tud mindent, képzeled. Tényleg tud? Nem kell engem. Biztos, hogy te is benne voltál valahol. Benne te is voltam. Még hol kéne nekem az a bolhás asszony? Nagy háborús asszony. Benne voltam, te is, ha nem mondjam a hülyeséget. Nem szégyeled magad, te figyelj majd, de. És mondom, egy rúdtáncostól kész kölcsön. Nem szégyeld a mocskos pofádat! Nem szégyeld a mocskos! Menj innen kifele! Menj innen, mert úgy megverlek, hogy be... Fú, azért ez egy kicsit durva volt, amikor a vízzel úgy pofán öntötte, mert azért az gyerekek, ez kemény. Fú, nem számítottam arra, de egy pofonra viszont igen. Azt vártam, hogy az Edina mikor pofozza fel. Engem nagy lencsi! Menjétek innen! Hogy nem szégyelitek magatokat! Így járattok le! Mennyi haza, takarodja haza a feleségethez, meg a gyerekedhez! Hát hogy képzeled te ezt? Kidob! Én tudtam, hogy Edina az egy nagyszájú és egy határozott asszony, de amikor megláttam ott, fú gyerekek, ezt esküszöm, ha lenne egy diszkó, mi felvenném oda kidobónak is. Meg lehet tőle ijedni, nagyon kemény. Hogy képzeled te ezt? Ma bánom, hogy idehoztalak. Én szégyelljem magamat! Itt csinálod a cirkusz siófokot? Gyere, mert lehet megint! Hajókázni mész? Meg kölcsön kéreget? Irigy! Én vagyok Irigy! Nem vagyok Irigy! A feleséged a legjobb barátnő! Azt 50 éves korodra így szégyenteleníted meg magadat! Nem szégyed magadat? Hajókázni mész? Meg kölcsön kéreget? Igen! Igen! Fúj! Fúj! Miféle undorító vagy te? Menjél hazafele! De úgy, mint a húzat, meg ne halljak még egyszer itt valamit te rólad. Hát te is benne voltál. Miben voltam, gyerünk, mert leönt? Nem öntelek, ő hűjjél lefele. Őt azért kellett leöntenem, hogy le kellett, hogy hűtsem. Mert ilyen vastag bőr van a pofáján.